Nem tudni, hogy a sors vagy a véletlen rendelte így, de Morgana és nővére egy háborúban álló világba születtek. A pusztító rúna háborúk Valoran és Shurima nagy részén végig söpörtek, és félő volt, hogy akár még a Targon-hegy csúcsát is elérik. Morgana szülei, Mihira és Kilam hittek a legendában, miszerint isteni erőhöz juthat az, ki feljut a nagy hegy csúcsára. Mivel nem láttak más módot a törzsük megmentésére, vállalták a veszélyes utat. Még akkor sem fordultak vissza, mikor kiderült, hogy Mihira gyermeket vár. Végül felértek oda, ahol a Runaterra eléri a csillagokat, és Kilam ámultan nézte, ahogy Mihira kiválasztják, hogy az igazság szellemének megtestesülése legyen. A pár végül hazatért, és a vágyott hatalom mellett két lánygyermekkel is gazdagodtak. Ők voltak Morgana és Kayle. Azonban a Mihira testébe költözött szellem idővel kezdte elnyomni a nőben a halandó személyiséget és az érzelmeket. Gyakran hagyta a lányokat apjukra, míg ő maga újabb és újabb csatákba sietett. Kilam hónapokig őrlődött kétségek közt. A háborúk továbbra is számos fronton zajlottak, és imádott felesége is egyre távolabb került tőle. Lányai életét féltve megvárta, amíg Mihira ismét harcba indul, és elmenekült a Targon-hegyről a gyerekekkel. A vidéknek, ahova megérkeztek, akkoriban még nem volt neve, ám a későbbiekben ez lett a mágia és üldöztetés elől menekülő utolsó mencsvára, Demácia. Új otthonukban a testvérek oly különbözővé váltak, mint a nappal és az éjszaka. Kayle lelkesen tanulmányozta a település egyre gyarapodó törvényeit, Morganát azonban aggasztotta a lakosság kívülállókkal szembeni bizalmatlansága. Pontosan tudta, hogy milyen érzés menekültnek lenni, ezért a vadont járva kutatta a kóbor mágusokat és azokat, akiket a félelem miatt taszítottak ki a közösségből. Amikor otthon volt, látta apját mennyire kínozza egykori döntése, hogy otthagyta Mihirát, így egyre keserűbben gondolt anyjára, amiért ekkora fájdalmat okozott neki. Morgana attól tartott, hogy benne és Kayle-ben ott lappang a szellem erejének egy része. Félelme beigazolódott, amikor egy olyan kard hullott alá az égből, melyet árnyékba és csillagtűzbe burkoltak. A földbe csapódva azonnal ketté tört, az ikreknek pedig hirtelen szárnyai nőttek. Apjuk zokogni kezdett, mikor látta, hogy kézbe veszik a kard egy-egy felét, és hátat fordított nekik, hiába próbálta őt vigasztalni Morgana. Kayle örömmel fogadta új hivatásukat, és életre hívta az igazságosztók rendjét. Morgana viszont utálkozva gondolt új erejére, legalábbis addig a napig, amikor fosztogatók ütöttek rajta a településen. Lassan minden utcát elértek a harcok, Kilamet pedig fegyveresek vették körbe. Morgana azonnal a védelmére sietett, és hamuvá égette a támadókat. A két nővér számtalan életet mentett meg együtt, így Demácia szárnyas védelmezőinek kiáltották ki őket. Kayle nézetei azonban egyre szélsőségesebbé váltak, és Morganának egyre gyakrabban kellett felszólalnia a bűnbánatra kész emberek nevében. Végül megegyezés született a két nővér és halandó követőik közt, egy kelletlenül megkötött, rövid ideig tartó béke. Egy nap Kayle leglelkesebb híve, Ronas, megpróbálta letartóztatni Morganát. Morgana saját hívei védelmében a sötét tűz billogával sújtotta a férfit, aki ezt nem élte túl. Tűz fénye ragyogta be az eget, mikor Kayle megesküdött, hogy igazságot szolgáltat Ronas megöléséért. Morgana a felhők közt ütközött meg nővérével. Vakító és éjsötét lángokkal támadták egymást, amelyek végül az alattuk álló épületeket is elérték. Úgy tűnt, hogy egyikük végül felülkerekedik, de Morgana megingott, mikor meghallotta apja fájdalmas kiáltását. Kilamet egy ház romjai temették maguk alá. Már nem lehetett rajta segíteni. Morgana egy fájdalmas üvöltés kíséretében Kayle felé hajította az anyjuk kardjából neki jutó részt, és meteorként vetette magát alá a felhők felől. Örökségüket átkozta, miközben magához ölelte apját, amiért így pusztítást okozott. A megdöbbent Kayle földet ért mellettük. Morgana dühösen kérdőre mondta, hogy Kilam is megérdemelte-e a büntetést, amiért ellopta őket az anyjuktól.
Kale nem válaszolt, csak felrepült az égbe, és vissza sem nézett. Morgana szárnyai innentől fogva ennek a tragédiának az emlékeivé váltak számára. Le akarta vágni őket, de nem talált pengét, mely elég erős lett volna hozzá. Jobb híján vasláncokkal kötözte le őket, és attól kezdve úgy járt a földön, mint a halandók. Az évszázadok során története mítosszá vált, és szinte teljesen elfelejtették Morgana nevét. Demáciában máig isteneknek kiáró tisztelet övezi a szárnyas védelmezőt, de csak az egyik nővéd igazára és dicsőségére emlékeznek. Morgana sötét fellángolásai és a személyes megváltásba vetett hite a rejtőzködő misztériumában maradtak csak fenn. Ennek ellenére nem hagy cserben senkit, aki a segítségét kéri. A megkeseredett és elárult Morgana a királyság árnyékai között várja a napot, amikor Kale ismét visszatér a Rúna Terrára, hogy mindenki felett ítéletet mondjon. Ahogy a mágia egyre erősödni kezd a világban, Morgana felismerte, hogy ez a pillanat közelebb van, mint gondolná. Ez Morgana története. Gonosz kellett nekik! Tessék, megkapták!